Köszöntöm a nézőket, Rangos Kati még mindig évi rendes szabadságát tölti, úgyhogy főszerkesztő asszonnyal megint együtt vezetjük a Libazsírt, de úgy tűnik, hogy ez most már bevált, úgyhogy amíg a Kati nem jön haza, még lesz legalább két adásunk. A mai vendéget ő hívta, ő ismerte, most már én is, de átadom neki a szót. Köszönöm szépen, üdvözlöm a kedves nézőket én is. És üdvözlöm Sárosi Krisztát, akivel régi ismerettségben vagyunk, elsősorban a tervezői, textil és divattervezői munkája révén, de egyéb civilbaráti körben is sokszor találkoztunk. Mindig meglepett valamilyen különleges holmival, amit éppen akkor elkészített, vagy éppen akkor mutatott. Főszerkesztő asszonynak zörög a karkötője. Igen, igen, elnézést. És úgy tudom, hogy egészen fiatal korodban barátkoztál meg a textillel, az anyagokkal, és te vagy azok közé, a kevesek közé tartozol, akinek a gimnáziumi politechnika oktatás meghatározta az életét. Elmesélnéd, hogy ez hogy történt? Igen, érdekes módon, hála Isten, nem alumínium hamutartókat kellett hajlítgatni, hanem kijártunk egy szövőműhelybe, ahol ipari, tehát rendes mechanikai gépek voltak. Ez a Vörösmarty gimnázium. A Vörösmarty gimnázium, igen, azt nagyon kedveltem oda járni. És onnan mindig át kellett menni péntekenként a politechnika órára, ahol rengeteg szövőszék volt, szövőgép, és ehhez tanárok is megtanították nekünk a technikai részeit. És aztán én a diplomámat is felvételiztem így a szövős tudásom révén a Iparnemzeti Főiskolára, és szövős szakra vettek föl. És közben a nézők láthatják a tervezéseidet. Igen, ezek már a későbbi dolgok. Későbbi munkák, és igen. Így aztán, amikor elvégeztem az Iparnemzeti Főiskolát, akkor a Békés Csabai Házipari Szövetkezetbe szőtték le nekem a diplomamunkámat. Tehát tulajdonképpen ezt kapcsol a szövéshez. Ha jól tudom, az egy meglepetés technológiát jelentett, újszerű dolgot. Az még nem, az is később lesz, mert ez még szövés volt, amiben lakástextileket csináltam, és én sokat jártam ki a frankfurti Heimtextilre ezzel is, tehát ágytakaró, függönyök. De én ezt a divat még nem érintett a divat akkor még már? Nem, de akkor már volt ugye az Iparnemzeti Vállalat, amin keresztül zsűrizték a termékeket, és oda már elkezdtem szövött ruhákat tervezni, és ezeket bemutatták divatbemutatókon, és akkor így, de hogy én mindig is az anyagokat kedveltem, egyre inkább közelebb kerültem mindenféle más típusú anyaghoz. Elkezdtem gyáraknak tervezni az anyagaira kollekciókat, így léptem kapcsolatba a Kőbányai Textillel, a Győri Rábatextel, ahol külön, tehát a Rábatex az inkább pamutárút gyártott, a Kőbányai Textilnél megismertem a Frotért is. Ezek az ősi vállalatok ma már így ilyen formában nem léteznek, hát sajnos, ez még vannak a cégek, gazdasági rendszerváltás előtti időből hoztál néhány fotót. Híresek voltak a magyar textil gyára. Igen, és ők jártak ki rendszeresen vására bemutatni az anyagaikat, ahogy tőlük rendeltek különböző. Aztán ennyit nem lehetett kapni őket, de mindegy. Igen, de ott is volt olyan, hogyha az ember úgy jó érzéke volt az anyagokhoz, ki tudta mindig választani azt, ami neki megtetszett. Én nem emlékszem, egy ilyen BMW-n kiválasztottam egy hálószoba bútort, és azt a Katikat. És csak úgy összeraktuk. Igen, hát az akkor néhány gazdaság volt. Hoztál fotókat, és egyet azt mondtam, hogy ha esik, ha fúj, én ezt megmutatom. Igen, ez tulajdonképpen a Rábatexnek készült kollekció volt, ami a Rábatex férfi inganyagokat is gyártott, és ott arról volt, hogy kellene nekik egy kollekció a divatbemutatóra, ami nem úgy mutatja be a férfi ingek anyagát, hogy 19 modell fölvonul 19 ingbe, hanem próbáljuk meg valahogy úgy összerakni az egészet, hogy az egy nagyon mutatós, és hát mivel vannak olyan technikák a varrásban, amivel ezt létre lehet hozni, egy nagyon élvezetes és örömteli munka volt. Nem, azért választottam ki azon túl, hogy nagyon tetszik, és majd a nézők látják, hogy miket terveztél, hogy ezen közben te egy halál egyszerű ruhában vagy. Igen, én nem szeretem a túldíszítést semmibe sem, de mindig meghatározza az anyag is nekem, hogy mi az, amit felveszek, de leginkább a tiszta formák.
Tehát magadra nem tervezel. Nem tervezek, de akkor annak akkor pont ahhoz az alkalomhoz kell. Sőt, hát azt mondtad, hogy ez a zöld is kivételes, mert inkább feketét hord. Igen, gyakorlatilag inkább feketét hordok. Na, abba szeretem a különleges formákat, de nem a túldíszítést, a semmi feketét. Mikor kezdtél el igazán ruhát tervezni? Hát az rögtön mondom, a diploma után, amikor már a szövött anyagokból is lehetett valami újdonságot ki, akkor ott kapcsolód, és akkor már a gyáraknak kellett tervezni. És aztán szépen, és akkor megkérdezte a Patex, tehát akkor a Pamut textilműveknek az igazgatója, hogy hát, hogy miért nem csinálok olyan köpennyeket, vagy a különlegesebb dolgokat, amit ők be is mutatnák a frankfurti vásáron. Frottírból. Igen, ez akkor egy hiánycikk volt a piacon. Hiánycikk volt, igen, és volt csak a kapuszn, és jó, javarészt szeretik az emberek a sima, egyszerű köpennyeket. Voltak azok a plüss, cipzáros köpenyek. Igen, nagyon sok van, és akkor terveztem, 45 fazonú köpenyt terveztem összesen, abból természetesen a cégbe, tehát ahol van a cég, ott nem áruljuk az összeset, hanem a kiválasztott az, ami igazán a vevőknek tetszik, és ami számukra elfogadható, azokból szokott lenni gyártás. Hát épp a divatnak és a trendeknek megfelelő. Volt kedved fürdőköpenyt tervezni, az ember azt gondolná. Igen, mert ezt sokszor meg is kérdezik, hogy hát ebből kabát is lehetne ebből a fazonból, és ez élvezik ezt a dolgot, hogy... Vagy hogy ez kihívás volt, hogy a frottírből valami újat. Igen, számomra... Most is látunk egy... Hát ezek az egyszerű fazonok, tehát ez nem... Mondjuk, de ez igen, ezt, hogyha ezt megnézitek, ez egy fürdőköpeny. Ez egy fürdőköpeny, igen. Hoppá, aztán egy bálú ruha. És ez egy olyan fazon, amit igen, nagyon szeretnek. Legalábbis egy kis eszély. Igen. Úgyhogy ezt, én azt tudom mondani, hogy mai napig nagyon élvezem, és de mentünk vele ki, Düsseldorfban volt, minden évben mentünk januárba és augusztusba a düsseldorfi vásárra, ahol a világ minden részéről rendeltek, ugye én kis kollekciókat csinálok, tehát nem nagy szériaszámot. Igen, most bocs, hogy megakasztalak, azt azért el kell mondani, hogy egy idő után saját üzletet nyitottál, és igen, vállalkozóként, önálló vállalkozóként kezdtél el dolgozni, saját szakálladra a rendszerváltás után a 90-es években. Igen, és ebben nagyon nagy köszönet a Pamut textilművek igazgatójának, aki azt kérdezte, hogy hát ilyen szép dolgokat tervezte, megcsináltam, miért nem nyitok egy saját céget, hogy ő szívesen... Magadtól eszedbe se jutott? Hát nem, mert én nekem állandóan volt munkám, vagy mindig tudtam valamit csinálni, vagy tervezni, de jó ötletnek tűnt, hogy ott egybe be tudom mutatni, mert ez kiegészítők is vannak, táskák, neszeszerek, törölköző, tehát ez mindig egy kollég papucsok, és mindegyiket szerették, és ilyen garnitúrákba vették. Hát ugye akkor nem volt, tehát hiánygazdálkodás volt. Hát én emlékszem az első, amit én láttam, géppel hímzett ugyan, de valami olyan gyönyörű frotír köntösök, amiknek a gallérja, a kézelője. Az is egy érdekes dolog, mert hogy aztán lett egy másoddiplomám, beiratkoztam a Lipanszerti Főiskolán a művészetmenetben szakra, ahol a diploma munkám egy új technológia kialakítása volt a frottír anyagon, tehát a madérázás. És nagyon szép. Hogy és csipkével? Igen. Nem, tehát olyan lesz a tehát csipke. Ahogy látod, hogy a batisztot madér, tehát van egy madéra a cég. Hát az amelyiket, persze, ezt tudjuk. Hát ugyanígy a frottír, csak nem mindegy, hogy melyiket, annak kötött frottírnak kellett lenni. Na, itt jó a szövős tudás, hogy az ember tudja, hogy mit miből, mit nem lehet, vagy mit lehet. És azt a kötött frottírt madérázták, és ott a gallérok, és tehát meg tudtuk jeleníteni az újabb. Reméljük, mit látunk? Hát itt azt látjuk, hogy megint nem bírtam magammal, hogy a balett, hát mondjuk ott nem volt nehéz, mert a lányom az balerina volt, és a Táncrendszerti Főiskola után ő győri balettba táncolt sokáig, és én nagyon sok balettruhát, meg jelmezeket készítettem, nem csak nekik, hanem aztán színházak is kérték. És itt szépen lassan belekerültem ebbe a tánc és elasztikus anyag változatokba. Tehát ezt én mai napig nagyon szeretem, és most meg így tovább lépve megrendelésekre készítek, és van egy új sport, a levegősport, a karika, rúd és a szilk versenyzőknek a versenyeikre, Magyarországira és Európaira. Reméljük, majd a futók között lesznek, te gyönyörűen. Ez természetesen megbeszélés alapján megy, úgyhogy hogy ő megmondja, hogy mit szeretne, én meg megmondom, hogy mit lehet, vagy mit nem, színbe, meg anyagba,
és akkor utána a zenét meghallgatom, és akkor erre együtt a valaki megrendelő. De egyébként minden így történik, tehát mindig meghallgatom a megrendelőt. Igen, még de... menjünk vissza egy kicsit a frottír forradalmasítására, mert azt... egyszer nem is tudom elképzelni, hogy, hogy valakinek ez eszébe jut, hogy azt lehet másként, hát, mert szereted az anyagot? Nagyon szeretem az anyagokat. Mert azt mondtad nekem a kint, hogy te másképp látsz egy anyagot, mint mi, teljesen, földi halandok. És erre úgy büszke is vagyok, hogy én azt gondolom, hogy, hogy miközben más emberek nézik, hogy mondjuk ez nagyon drága anyag, és ebből kell tervezni, én minden anyag között megtalálom azt, ami jó, vagy szép, vagy arra alkalmas, amiből, amire tervezni kell. Úgyhogy én azt mondom, szerzed be az anyagokat? Igen, igen, azt nem engedem át senkinek. Hogy történik ez? Egész országban, de külföldön is, ha kint vagyok, akkor veszek. Ugye nem kell nekem megrendelni 400 véget. Csak úgy, mert megtetszik, és aztán majd lesz vele valami, és majd jön egy megrendelő. Hát azért már a fejemben van, hogy mit szeretnék azért körülbelül, meg hogy kinek, meg megrendelésre is. Egy határozott vevőköröd van? Igen, most már az van. Megrendelés külföldről is, Magyarországról és színházaktól is, tehát hogy én mindig ebbe a kategóriában megrendeléssel dolgozom. Készült egy ilyen sorozat is, nézzétek meg. Fantasztikus. Az egy ilyen keményebb filcszerű anyagból van, ami, ez egy kabát. Ez egy kabát. Igen, három vagy négy fazonú kabát, azt hiszem, hogy sorba jön. És ma is boldogan vesznek frottír köpenyeket? Igen. Tehát van egy igen, réteg... bár most egy picit lejjebb ment nem, a frottír, nem annyira. Mi a trend az idei, vagy a, hát lehet most mondani? Nem volt annyira kedvelt, talán csak inkább a sportolók, akik frottírból vették, hát az logikus, mert... Ahol vizesen, főleg a vizes sportoknál. De azt tudom mondani, hogy minden visszatér majd ez is. Tehát, hogy érezni azt. Igen, már nem. Igen, és most milyen anyagokból dolgozol, mondjuk a köntösöket, hálóruhákat? Hát nyáron általában pamut vagy sejem, mert ugye az a könnyebb nyáron. Uh-huh. Hát ebben is vannak különböző kategóriák, a férfiaknak is természetesen olyasmiből, a nőknek batisztból, tehát ami könnyebb, vagy kézi csipkével. És ilyen klasszikus férfi köpenyt is csinálsz? Igen, de ugye akkor az is nem kollekció. Nem is köpenynek hívják, házikabát? Házikabát. Hát van a házikabát, az inkább mondjuk a téli. De az ilyen sejemszerű, nem? Nem, van kárpit mintás, van brokát, sejemszatén, brokát, pamut, de ezekben szintén kollekciókat csinálják, itt van a következő kabát. És erre is van igény ma? Igen, van. Aha. És, az angol urakat képzeljük el ebbe a kabátba? Igen, van. Magyar urak is vannak. Volt olyan megrendelőm, aki azt mondta, hogy ehhez most Angliában megrendeli a papucsot, ami olyan hímzett vagy. Tehát én ezt nagyon élvezem, és nagyon szeretem, hogy ennyire tetszik nekik ez a dolog, és ennyire fontos, hogy ez így garnitúrába, és a férfiaknál is, a köntös az mindig van kétféle pizsama, tehát egy rövid nadrágos, meg egy hosszú nadrágos, pamut felső résszel, vagy ugye abból a fajta anyagból, amiből a nadrág is készül, ehhez neszeszer, törölköző, télen csináltunk olyat, hogy melegebb anyagból köppeny, és ehhez ilyen, hívjuk valamilyen fajta csizmának. Tehát, hogyha, és egy olyan nagy meleg takaró. És mi van a csili-vili női ruhákkal, amiket te hát, időben... Hát olyanok is vannak, kétségtelen, szoktak mennyasszonyi ruhát is rendelni tőlem, vagy estély ruhát, vagy örömanya ruhát. Igen, vagy jött egy hölgy, például ezekben az esetekben a fiúknak is szoktam ilyen kis éjszakai hálósapkát tervezni hozzá. És szeretik, mert biztos nem fűtik most nagyon sokan. Nagyon lakásokat, igen, nagyon éjszaka sem. Nem, minden, ami más vagy újszerű, az nekem úgy kihívás, azt én szeretem. És a háló holmik, ezek a hálószobai, a gyönyörű szép köntösök, most itt látunk egy szép bordó brokát férfi köntöst. De mondjuk a nőknél milyen színek? Vannak vad színek? Vannak szexi, pirosak, vagy feketék? Én mindig küzdök ezzel, hogy nyáron... Vagy csak az a szokásos fehér, meg krémszínű, ilyesmi. A pasztelszíneket jobban kedvelik. Aha. Azt mindig jobban kedvelik. Én mindig próbálkozom ezekkel az erősebb trendszínekkel, ami éppen abban az évben van. A neonszín, ha narancs, piros, nem tudom. De azt nem kedvelik annyira a vevők. Nagyon tetszik neki, kirakatba is, aztán megkérdezi, hogy van-e rózsaszínba. Egy időben nagyon sok divatbemutatón is igen, szerepelt, sokan, Nárai igen. Tamással is. Igen, hát a Nárai Tamás nagyon szuper, ő rendezte meg a divatbemutatót, a Mercedes ő rendelte meg, és a Nárai
rendeztem. Igen, rendeztem. És ott tulajdonképpen az elegánsabb kollekciót mutattam be, ami fehér arannyal volt. Azt vittük egyébként Dubajba kiállításra is, ugyanazt a kollekciót, és tiszta sejemből, ami kézzel volt festve. Uh-huh. Tehát ez és azt ilyenkor el lehet adni a kiállításon? Hát az egyéni, az egy darabokat így külön, igen, azt megvették mindegyiket. Hogy Dubajban valaki megnézi, és azt mondja, hogy azt... Igen, olyan volt kérni, igen. Kér, az jöttek, olyan érdekes kiállítás volt. Hölgyeknek. Azt még, igen, azt még... Az Artex, azt hiszem az Artexen keresztül voltunk, tehát ők voltak. És mostanában vannak divatbemutatók? Hát biztos vannak, de én... Ha van ez a divat nem... hét is, van egy ilyen, igen, amikor... Van a fashion... Én ezeken nem annyira vettem mostanában részt, inkább ha olyan kisebb kollekciók bemutatójára, amik ilyen intimebb helyek, kávéházakban, vagy szóval, hogy ami kisebb, valahogy ehhez az jobban passzol. Mi ma a divat? Hát attól függ. Hát a női divat. De általában, vagy pedig ebből a kategóriában? Na itt van, itt nézzétek meg ez, a, amikor a csizma, a csizma, a meleg. Igen, a kis meleg topánka. És erre is van kereslet, mert ugye tényleg hideg van. Nem, hát a női divat mi most? Milyen hát színek? Az, színek a nyáron ezek egy kicsit erősebb színek voltak, a fekete az mindig, tehát az télen-nyáron. Hát akkor én nagyon divatos vagyok. Igen. És hát a fehér is természetesen, igen, a fehér pasztelszínek. És mi is beöltöztünk a Benetton színekbe, ugye? De azért a fekete a kedves. És amikor ilyen elvetemült divatbemutatókat látsz, ahol a párnát kötnek a manökkelre, ez nem milyennek nem igazán, az értelme? Egyébként érdekes, mert amikor tanítottam, akkor is, tehát ugye ezek a forma, az átgondolása a formáknak, tehát hogy ebből indul ki a divat. Tehát nem, az nem úgy lesz, hogy varrunk egy kis kosztümöt, vagy egy szoknyát, hanem ez egy hosszas folyamatnak a vége. Hát láttam olyat, hogy párnák vannak rákötve a manökkelre, hát nem látszik sem. Az a látvány de része, például, a só része. Az egyetemisták, főiskolás kikerülnek az egyetemről, nagyon sok külföldön is, nem csak Magyarországon, nagyon sok tervből átvesznek a nagy cégek kint is, a híres nagy cégek, csak ugye ez már lefinomítva. Nem hamisították még a te ruháidat? Hát érdekes dolog volt, amikor jártunk itt Düsseldorfba, akkor volt mellettünk egy másik kiállító flottíros, aki mondta, hogy ő megvenne tervet, tehát megvenni a tervet és a mintát, meg a szabás mintát. És akkor volt egy tárgyalás, és érdekes módon ő Törökországban, vagy nem tudom, hol gyártotta ezt le, hogy aztán hol adta el még mit csinál, de én jöttem föl a Deák téren a metróból, és volt télen ezek karácsonyi kis pavilonok, és ott én meglátom a saját köpenyemet, de valami borzasztó formában, így egybe lefestve a vásznat, tehát a kombinációkat, és bele volt írva a nyakába, ilyen, nem úgy, hogy, tehát ahogy én használom a logómat, hanem K betűvel, hogy Krisztina. És akkor én így elgondolkoztam ezen, és mondom neki, hogy ne rögtön, ez az eredeti? Azt mondta, hogy igen. És nem szóltál egy szót sem. És nem szóltál egy szót sem. Nem szóltam egy szót sem, mert most pereskedjünk, hát most ennek mi értelme van. Ráadásul szerintem az elég jó dolog, nem hogyha másolják az ember. Hát egyrészt, másrészt meg ha már egy gomb vagy egy öv szalag máshol van, akkor már nem számít ugyanolyannak. Egy régi nagy okos ember azt mondta, hogy lépjél túlra is, és tervez egy újat. És igaza van. Igen, igen. Azért, de hát legalább ott mondhattál volna két. Hát most mit verjem meg? Hát, ja nem, már megverjem. Tehát az a kínai lehet, hogy csak árus, tehát igen, nem ő a... Ő azt mondta, hogy ez az eredeti, ebbe a tévesítmény. Hát ő aztán tudja. Igen. De hát minden, hogy én állandóan valami mást próbálok csinálni. Mesélj a színházi ruhatervezésről. Hát a színházaknál is jönnek hozzám a ruhafelelősök, és akkor mondják, hogy van ez a darab, mondjuk most utoljára a Táliában a Ványabbá, és ott a két főszereplőnek kellett. Szervét Tibornak, igen. És egy szövet köntöse lett egy pizsamával, megbeszéltük, hogy mihez kell neki ott, tehát hogy éppen... Bocs, közben itt vannak ezek a levegősportos ruhák, amik... Igen, ez tulajdonképpen most a legújabb, hogy most keresnek sokan, és akkor ami ebben borzasztó az, hogy úgy 5 perccel az egész sport előadásuk előtt kell ezt mind kitalálni. A szakmában, bármilyen szakmában mindig szokták mondani, az gyanús, aki mindenhez ért. Nem kaptál ilyen jelet? Igen, de szoktak mondani, nem baj.
Sőt, ha tudnátok, hogy milyen fantasztikusan főz. Jaj, igen, szóval, imádom. Szóval, igen, de a Krisztán nem tudjuk, de remélem, hogy megtudjuk. Nem is ez a lényeg. Nagy család, igen. Az is művészet, mert hogyha látod a sok színt, meg azt a sokfajta zöldséget, gyümölcsöt, amiből elől az alapanyagokat, amiből én szeretek főzni. Tanítványaiddal tartod a kapcsolatot? Igen, na, mesélj egy kicsit. Igen, hát a főiskolán ott azért, hát úgy, hogy megosztanak a gyerekek, van, aki szeret dolgozni, van, aki nem, aki szeret, az, hát azokat én is szerettem, logikus, nagyon sokat foglalkoztam velük. Volt, hogy éjszaka küldték át, ugye voltak a különböző szakdolgozatbírálatok, ezekbe folyamatos munka volt, és ugyanígy volt, hogyha pályáztak versenyekre, és tényleg volt 2-3 olyan hallgatóm, aki tényleg nagyon tehetséges volt. És én nagyon szeretem, pont a szövős múltam miatt nagyon szeretem ezeket az anyagfejlesztéses dolgokat, és nekünk nagyon sokfajta gép volt, a varrógépen kívül is, hőprések mindenféle, és ott olyan anyagkísérleteket folytattak, és van egy ilyen verseny, hogy az OTDK, az Országos Tudományos Diákköri Verseny. Hogyne. És ott a hallgatóim indultak, és az egyik hallgatóm, ez nagyon ügyes volt tényleg, első lett az egész országban, és így az akadémián ő is, meg én is kaptunk kitüntetést, én mint felkészítő tanár, ő meg tényleg nagyon ügyes és volt. És neves textiltervező lett belőle? Nem, érdekes módon nem lett az, de nincs elvette közben, férhetlen meg gyereke született, szóval én hiszek benne, hogy ez nem múlik el. Tehát akiben benne van ez, a, igen, mint hát ahogy én is életem is. Végéig mindig kísérletezek. Két gyereket igen. Van, és öt unokát, ha jól öt tudom. Öt unokám van, igen. Igen, és együtt lakunk. Igen. Tehát egy házon belül. Mit tanítasz nekik? Vagy mit tanítottál hát, nekik? Mert ez egy nagyon nehéz dolog, amikor az ember... Én is tanítottam média szakon, és nagyon kell vigyázni, hogy ne olyan legyen meg, a tanítvány, ne mint én. Rá a, pontosan. Az, a lakaratomat, ez a nehéz különben. Meg az ízlésedet. Igen. Én azt hiszem, hogy az a kifizetődő, hogy az ember a szakma alapjait tanítja, meg nem, meg a gondolkodásmódot. Mindenféleképpen, tehát itt a forma, funkció, tehát itt ez nagyon fontos ebbe a tervezéses folyamatban, és azt gondolom, hogyha ezzel foglalkozunk, ha ebbe kísérletezik, ha ebbe gondolkozik, ha hát persze logikusan emberet megtanul nagyon jól varni, az, uh-huh. akkor nem hiszem, hogy nem fogja folytatni ezen a szinten. Uh-huh. Van időd az unokáidnak ruhát tervezni? Igen, nagyon szeretnek. Szeretem őket öltöztetni nagyon. Tehát bármely járjuk a világban, biztos, hogy mindenki kap valamit. Mekkorák ezek az unokák? Van 3 éves, 3,5 éves, 7 éves, 13 éves és 15 éves lesz most magasan. Lányok mind? Nem. Nem. Három fiú van és 2 lány. Amikor kérdeztem a tanítványaidról, hogy tartod velük a kapcsolatot, a tanítványokkal jelentkeznek? Igen, és megmutatnak munkákat? Fölhívnak, szünet és napon névnapon minden ilyen alkalommal, és igen, amikor valamilyen új esemény van az életükben, akkor persze. És én biztatom is őket, hogy ott, ahol tartottunk, ott ne hagyják már abba, tehát folytassák, mert az egy tudás. Azt a tudást meg nem szabad félredobni. És vannak ma textiltervezők, olyan textilüzemek, ahol el tudnak helyezkedni ezek a fiatalok, hát vagy mindenki saját maga. Mindenki saját maga, én úgy látom, hogy próbál érvényesülni, mint tervező. Ami nem baj, mert úgy aztán, ahogy én is, megtalálja azokat a cégeket. Uh-huh. És most már tényleg a világ minden részére el lehet menni, tehát nem... Az én időmben azért útlevél váltunk rá, mire elmentünk, szóval ez nem... Igen. De most tényleg utazhatnak szerte szét. Mi foglalkoztat most? Biztos valami jár a fejedben, ami új dolog. Nem tudom, nekem ez mindig úgy jön, hogy felkérnek, vagy szólnak, vagy felhívnak. Tehát, hogy úgy előre nem tudom ki, aztán abba próbálok valami újat, amit kérnek. Uh-huh. És akkor mindig örülök, hogyha így valaki nyer, vagy valamilyen szakmai sikert. Ez a te igen, és ez a fiú, ez lett. Első lett. Mire vagy a legbüszkébb? Az unokáimra. Igen. És a szakmai munkásságodban. Melyik kollekcióra, vagy melyik tervezési fázisodra, ami 7 évenként változik, ugye körülbelül? Én nem is tudom. De ez volt a dubai kollekcióban, ezek a ez kiegészítők. Ez volt a dubai kollekció? Igen, igen, meg a Mercedesen, tehát ehhez volt a köppenyek. Mindegyik, 6 fazonú köppeny, amiben aztán... Fantasztikus.
Igen. Nem, mindenféle anyagot imádok, persze előtte kipróbálom, tehát nem úgy történik, hogy most összevarok két anyagot, lesz, ami lesz, hanem megnézem, hogy az nem fog, nem megy össze, mert ugye egyik anyag jobban össze tud. Nem azt mondtad, hogy ez nem is te vartod. Ezt nem, hanem szeretem. Hova hát vettem valahol, nem tudom már. Valahol látsz egy ruhát és megveszed? Hát, próbálom, hogy már azért, ugye, már nem vagyok 20 éves, magadnak, jól kell állnia. Magadnak nem tervezel ruhát? De szoktam. Azért előfordul. Persze. Meg gondolom a lányodnak persze. Is, menyednek. Persze, meg hát nem is hagyná magát, hogy nem, meg főleg hát a gyerekeknek, hát a lányomnak is ugye, van balettiskolája, és ott a balettiskolában vannak mindig kétszer egy évben, előadnak egy diótörőt, és akkor aztán... Te vagy a szponzor ezek szerint. Hát nem is azt mondom, hogy a szponzor, mert hála Isten a megye az iskolája, tehát ő ki tudja magának fizetni, hanem inkább az, hogy hát nagyon sok szereplő van, és akkor ez így 5 perc alatt legyen kész. Aha. Tényleg ennek egy tőkerős vállalkozásnak kell lenni, hiszen az anyagokat hát... te magad szerzed be, és igen, gondolom igen. Formán, hogy most esetleg már azért lesz valami. Az elmúlt 30 évenben azért vannak anyagaim, tehát meg gépeim vannak, tehát van egy kis modellező műhelyem, tehát mindenféle gép van, de ezzel együtt is nem bírom ki, hogyha látok egy jó anyagot, azt nekem azonnal meg kell vennem, akármi történik. És aztán előbb-utóbb gazdára talál. Formába öntöd, és előbb-utóbb gazdára talál. Nem árt, hogyha megrendelős van. Igen. Jó, hát ez egy művészi attitűd, hogy nem bír leállni az ember. Nem, igen, már néha gondolkozom, hogy lehet, hogy kellene. Most a termék megjelenítés következik a Krisztina Szalon, a Semmelweis utcában található. És akit érdekelnek ezek a különleges dolgok, akár csak nézelődni és érdemes bemenni. Igen, és én várom is őket, mindig új ötletekkel, úgyhogy én szívesen. Hát a főzést előbb fogjuk kipróbálni, mint a fürdőköpeny. Igen, én nekem már volt szerencsém, igen, nagyon finom süteményt kaptam. Karácsonykor mindig meghívom a barátaimat. A kortárs művészek közül, vagy a művészetek közül mi az, ami foglalkoztat? Mennyire követted a festészetet? Hát igazából ugye az attól függ, hogy... melyik irány, tehát éppen itt, hogy ha úgy alakul a helyzet, akkor a festészet fele, de most ne kérjél tőlem neveket. Nem, szó sincs róla. Meg a fotográfia, a bevilágítások, tehát hogy ezek nagyon ér, például a Kelet Évának most majd... Kiállítása nyílt. Az Arany 10-ben nyílt most egy kiállítása. Tehát, hogy így, amit lehet mindent próbálok, még az anyagokban is mindig próbálom, hogy így, én is felfotózom a felületeket, hogy abból milyen inspirációt tudok. Profi fotósod ezt van? Ezt nincs profi fotósom van egyébként. Igen, a férjem az fotós. Úgyhogy áruljuk el Ékes Jánosra. A férjem, úgyhogy tényleg akkor már mindent értek. Az egész életemen keresztül tényleg segített minden ilyen munkám. Hát mert azt látom, hogy ezek nem amatőr. Hát most ez lehet, hogy ezt én csináltam, ez amatőr, de jó, de ő a többi profi, azon látszik, hogy az profi. Nagyon profi fotókat csinál. Tehát nem is szabadna amatőr fotókat. Egyébként az Antenna Hungáriában volt egy kiállításom, és ahhoz kellettek ezek a fotók, ami a Vivaldi 4 évszakára volt, és a koreográfiát megcsinálta valaki, és ahhoz volt, a Ginny táncolta. Igen, igen. Úgyhogy ez egy modern volt, és a Kulcsár Noémi volt a koreográfus, aki azóta befutott koreográfus, és nagyon jó. És nagyon jó együttese van, nagyon tehetséges. Kulcsár Noémi. Igen, az feltétlen, mert ő tényleg, ő aztán én minden elismerésem az övé. Igen. Itt lassan lejár az idő. Hát sajnos, igen. Igen. Örülünk, ugye nem beszéltem nagyon gyorsan, mert nem, többen nem is intettek, hogy csak az a baj, hogy mindent el szeretnék mondani, és akkor nem tudom lassan. Még egyet azért megkérdezek már annyi idő, hogy melyik sikeredre vagy a legbüszkébb? Hát kaptál ilyen díjat, olyan díjat, helyezéseket? Én most lehet, hogy ez álszent dolognak hangzik, de én akkor vagyok a legbüszkébb, amikor látom, hogy valaki, aki kap díjat, én segítettem benne, tehát rá büszke vagyok, mert azért ezt végig kell csinálni. De ugyanígy vagyok a gyerekeimre is, saját a jogon is kaptál a díjat, hát azért. Igen, hát igen, tehát ez amikor kitüntettek az akadémián, az nagyon örültem neki, de mondjuk nincs Kossuth díjam, vagy de azért az mondani. Jó érzés, ha egy színházi címlapon ott persze, van az is jó, és meg amikor jelmeztervező neve Sárosi Krista. Mindig van visszajelzés, tehát így vissza fölhívnak úgy színészek is, vagy ott, aki már többször volt bent az üzletben, hogy jó, és jól sikerült, és volt jó a bemutó, vagy például így a versenyeken,
van egy aranyos kislány most, aki megnyerte Olaszországban az elsőt, és rögtön mindjárt írta, hogy biztos a ruha is tehetett róla, hogy nem csak én. Biztos tehetett róla. Igen, de én ezeknek örülök. Hát köszönjük szépen, hogy itt nagyon voltál. Szépen. Én is nagyon szépen köszönöm, köszönjük hogy a figyelmet, kedves nézőink, és jövünk vissza egy hét múlva. Köszönöm.